Látjuk, hogy a fiatal ukrán nemzedéket, akik most harcolnak, az amerikaiak teljesen átnevelték. Láttuk, hogy ez a fiatal ukrán generáció hogyan viselkedett az ukrán felvonulókkal szemben. Ne felejtsük el, hogy Ukrajna népességének legalább 50%-a orosz. Látjuk, hogyan viselkedtek ott a május 9-i felvonulókkal, amikor a veteránok kimentek és ünnepelték a győzelmet, a fasizmus feletti győzelmet. Ezek a veteránok még a Szovjetunióban születtek, ott éltek, nem is szólva arról, hogy oroszok. Ezek a fiatalok odamentek a menethez, kigúnyolták őket, letépkedték róluk az annak idején kapott hősi érdemrendeket, a zászlaikat összetépték, összetörték. A rendőrök pedig semmit nem csináltak. Ezek az ukrán fiatalok ott, május 9-én nemhogy tiszteletlenségüket fejezték ki, hanem ezt valami durvább szóval lehetne illetni, hogy ott mi történt. Ott világosan látszott, hogy az új ukrán generáció, amelyet az amerikaiak neveltek 8 éven keresztül, és a régi generációk között hatalmas nagy szakadék van, amelyen nem lehet ma már egy átívelő hidat felépíteni. Ez alatt a 8 év alatt ezeket az ukrán fiatalokat nagyon komolyan, nagy erővel tréningezték. Amerikai instruktorok és angol instruktorok és egyéb NATO országokból érkezett tisztek, akiknek volt katonai tapasztalata a szíriai, stb. Háborúban. Ők jól megtanították ezt a fiatal generációt, hogyan kell harcolni, hogyan kell gyűlölni az oroszokat. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!